Most, hogy felszólítottak, hogy újra elfogadjam jövő évben a jelölést, hát én igent mondottam, ami nem volt biztos azelőtt. De igent mondottam azért, mert van még életemben egy ambíció, hogy az Isten időt ad nekem, hogy én lehessek még ott, amikor az első szabadon választott magyar képviselők bevonulnak az Európai Parlamentbe. Személy szerint azt szeretném, ha az uniós országok állampolgárai mind jobban megismernék Magyarország kulturális és természeti értékeit. Ezt legmeggyőzőbben szerintem személyes kapcsolatokon, barátságokon keresztül érhetjük el. Természetesen ez nyelvtudás nélkül nem megy. Soha nem késő elkezdeni nyelveket tanulni. Mindenkit arra biztatok tehát, hogy vágjon bele minél előbb, ha eddig még nem tette meg. Nagy kaland lesz. Borhamisítás az rendkívüli méreteket öltött. Szeretnénk, hogyha az Európai Unió azzal együtt, hogy a borok egy piacát jelenthetné, egyúttal a minőség javulását is fogja számunkra hozni, azáltal, hogy mindazokat a törvényeket, amelyeket meghoztak a borászati ágazatban is, és jövedéki szempontból is, ezek betarthatók és betartottak lehessenek. Mezőgazdasági termelésből élő gazdasági megerősödését várom az Európai Uniótól az elkövetkezendő néhány évben, belátható időn belül. Az élelmiszer biztonság javulását várom az Európai Uniótól, amely mindannyiunkat érint, ami annyit jelent, lefordítva, hogy az elvetett vetőmagtól az ünnepi asztalunkra kerülő ételig végig tudjuk követni a mezőgazdasági terméknek az útját. Az Uniótól várom az értékek biztonságát, a meglévő értékeink megszilárdulását, és természetesen hát a közbiztonság, mint áru, pénzbe kerül, és hát várom ezeknek a feltételeknek a megteremtéséhez való hozzájárulást is. Az Uniói a jövő, és bízom benne, hogy gyermekeink is megtalálhatják számításaikat.